Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezem, akkor vágjunk is bele. Az első film, Charlie Sheennel a galaktikus támadás. Ennek van második része is, azt nem láttam, de ezt igen, és szerintem ez egy eléggé jó film volt, és érdekes, hogy aztán ő rendezte meg a 22 évent a sötétséget, meg a két Riddick filmet. Tehát igazából ez egy nagyon jó rendező. Imádja a sci-fi filmeket ez a filmrendező, és ez egy eléggé jó film szerintem. Már egyszer mindenféleképpen érdemes megnézni, lehet, hogy másodjára már nem lesz akkor a hatása, de elsőnek tökéletes. Következő, Mortal Kombat. Gyerekek, én ezen a filmen nőttem föl, ezt a Bad Movies-osok is megmondták, hogy ez egy igazi kultuszfilm. Én komolyan mondom, a játékot nem szeretem annyira, mint ezt a filmet. Szerintem én erről már nem mondok többet, mert ezt már mindenki látta gyerekkorában, aki meg nem, az meg szégyelje el magát. Az Átok. Igen, ez az 1996-os vagy 97-es horrorfilm. Liam Neeson van benne. Ez egy ilyen kísértett film. És én emlékszem rá, hogy én akkoriban nagyon féltem ettől a filmtől, nem tudom én, azok a kastély, meg azok a gyerekszobrok, ilyen ijesztő parafaktor volt ez az egész, meg hogy ott úszik az ágyba az a kísértet, vagy én nem is tudom, hideg kirázott. Hát meg van az a növénykert, hogy ott is történnek érdekes dolgok, hogy leszakad a lépcső, meg a szobor életre kell. Nagyon jó. Én nekem tetszett ez a film. Sokan nem szeretik Esedet, szarok rájuk. A Kolónia, ez egy eléggé érdekes film. Nekem, megmondom őszintén, nekem legelőször tetszett. Akkor meg másodjára megnéztem, már tényleg úgy voltam vele, hogy ez egy unalmas film. Nem tudom, hogy nekem miért tetszett elsőre. Sokkal jobb is lehetett volna ez a film. Komolyan. Bár nem egy rossz az elgondolás, hogy kolóniába élnek, és akkor jönnek ezek a kannibálok. Ez egy igazi ritkaság, egy beszerezhetetlen DVD, az amerikai kommandó világrendőrség. Ezt a South Park alkotói csinálták, aztán úgy hívják, hogy Trey Parker, és ugyanaz az ember csinálta a spermafiókát. Jó hallottátok, spermafióka. És abban ő a főszereplő. És ez egy bábfilm. De a világon ez a legjobb, ami elkészült. Talán ami ennyire jó volt, az a Zsinórom volt. Én erről kettőről tudok, amíg ennyire jól sikerült, és ez nagyon jó, és ez DVD-n beszerezhetetlen. Imádom. Nagyon jól meg van csinálva. Következő, Ördögűző 3. Hát, ha jól emlékszem, ezt már William Peter Blatty rendezte. Ugyebár azt hiszem ő írta az eredeti Ördögűzőt is. Azt hiszem. És ezt már ő rendezte. Az első résznek a folytatását, a kettő az kuka. Az egy kalapszar. És általában azt a másodikat a rendező részegen forgatta le az egész filmet. Azért lett olyan, amilyen. Ez az első rész folytatása, ugyebár legurul a lépcsőn a pap, aztán bekül egy elmegy gyógyintézetbe. Nekem tetszett. Retteg és foga. Martin Scorsese, ugyebár ő rendezte a Taxisofőrt, a Kaszinót, a Viharszigetet, szóval sok jó filmet köszönhetünk neki, és Robert De Niro-nak ez az egyik legjobb filmje. Ez eszméletlen, a zenéje klasszikus. Erről a filmet csak jókat tudok mondani, aki nem látta, az azonnal nézze meg. Mert az a végén a hajós jelenet, komolyan mondom, gyerekek, nem is tudom, mikor éreztem ilyet. Egyszerűen, mint hogyha hátamon beledöftek volna egy kést. Cashen. Dupla lemezes változat. Hát ez a dupla lemezes is egy beszerezhetetlen DVD. Nekem meg volt az egy lemezes is, de azt már eladtam. És ez az a film, ami egy látvány orgia. Tehát
Én sokszor nem tudtam, egy főleg ott a robotokkal harcol, hogy ez most egy animáció, vagy ez most egy rendes film. Tehát egyszerűen nem lehet eldönteni, olyan látványa van ennek a filmnek, mert ez egy anime alapján készült egyébként, amit sajnos nem láttam. De meg kéne néznem. Úgyhogy ez egy kiváló film. A következő is az egyik kedvencem. Az Elefántember, David Lynch. Hát szerintem sokan ismerik ezt a rendezőt, ugyebár ez volt a második filmje, ez egy igazi dráma, de az első az a Radírfej volt, az egy igazi horror, és az is egy fekete-fehér horrorfilm volt, mert ez is egy fekete-fehér film. És azt hiszem nálunk nem adták ki DVD-n, mert és ez egy igaz történet. Hát nem tudom, hogy mennyire lehet elolvasni. A fényhatás miatt nem nagyon tudom. És Anthony Hopkins van benne, gyerekek. Azt hiszem ő van benne. Hát hihetetlen, hogy egy ilyen filmbe szerepelt ez az ember. És én komolyan mondom, hogy annyira sajnáltam ezt az Elefántembert, hogy tényleg vannak ilyenek, és egyszerűen cirkuszba nézik, és akkor egyszerűen én nagyon sajnáltam, meg mindenki bántani akarja ezt szerencsétlen, és ez az a film, ami alatt lehet sírni. Szerintem a vége az borzalmas. Ha jól emlékszem, még nekem is a könnyem is kijött. Ez egy nagyon jó film, és ezt érdemes is mindenkinek megnéznie. Ugyebár David Lynch csinálta még a Mulholland Drive-ot, és az ő csúcspontja, az a film. Meg még csinált egy pár, de most nem tudom a címüket nagyon. De ez egy kiemelkedő film. Ja, hát meg ami volt a Twin Peaks. De aztán a sorozathoz nem volt semmi köze. Vagy ha igen, akkor elnézést kérek. Úgyhogy ezt is mindenki nézze meg ezt a filmet, mert nekem ez az egyik kedvenc filmem, és már azt hiszem ez is beszerezhetetlen DVD-n, ezt még a MediaMarktba vettem 500 forintért. Úgyhogy igen. Úgyhogy nem sokára jelentkezek majd újabb DVD-kkel. Sziasztok!